Egy név, hiteles magyar név, olyan, melyet csak kiválasztott viselhet. A messziről jött lelkész fiú fénynél sebesebben haladt a dicsőség útján, amit elért ember feletti. De egyedüli emberfiaként soha nem érkezhetett volna fel az öttusa világ csúcsára. Nagy bajnok lett, kiválasztott, Isten volt vele. Eredményei földi mércével szinte nem is mérhetőek. 3 olimpiai aranyérmet és 2 patinás ezüstöt akasztottak az aszkéta arcú győztes nyakába. És amióta világ a világ, soha nem születhetett hasonló, aki 10 alkalommal világbajnoki aranyéremmel koronázott királyá az öttusa társadalom. Ki lehet ő? Ugye tudják? Balczó András. Minden idők legeredményesebb magyar öttusázója, akinél soha nem volt és soha nem lesz nagyobb bajnok. Bár az idei magyar öttusa világbajnokságon sikert sikere halmoznak öttusázó fiaink, kalapot emelve fantasztikus eredményeik előtt, bocsássanak meg, de mi mégis elsőként a nagy bajnokot, a világ valaha élt legnagyobb pentatonistáját köszöntjük. Köszöntjük és köszönjük őt Istennek. Őt és olimpikon feleségét, Császár Mónikát, akivel 12 gyermeket nevelnek hitre és magyarságra. Az életben való igaz helytállásra. Bandi, tudjuk, hogy sokan elfeledkeztek rólad, de a Magyar ATV csapata nevében igaz szívvel mondhatom, mi soha nem tartozunk és ígérjük, nem is fogunk közéjük tartozni. Bajnok vagy a számunkra, a legnagyobb. Isten tartson meg sokáig nekünk, téged és egész családodat. I've made a few, I've had my share.